Szabadalom lehet a Pécsi Tudományegyetem kutatócsoportjának vakcinációs újítása. A koronavírus okozta megbetegedések új kihívásokkal állították szembe a tudományos közösséget. Számos immunizációs platform jelent meg a közelmúltban, melyeket a SARS-CoV-2 vírus teljes tüskefehérjéje ellen fejlesztettek. Most az új módszerrel azonban megvalósulhat, hogy a támadási felület a vírussal szemben csak a leghatékonyabb szakaszok ellen történjen meg. Később a rákgyógyításban is hatékony segítséget nyújthat a találmány. A rákos megbetegedéseknél a különböző fehérje mutációk állnak a háttérben. Tehát akár genetikai betegségről is beszélhetünk. Ebben az esetben egy-egy tumor kialakulásáért felelős mutáció elég nagy lehet ahhoz, hogy ez a burjánzás beinduljon, de ahhoz nem elég nagy ez a mutáció a fehérje struktúrában, hogy az immunválasz kialakuljon ez ellen a fehérje struktúra ellen. Tehát gyakorlatilag a mi rendszerünkkel meg lehetne tanítani az immunrendszert arra, hogy ilyen érzékeny, picike kis szakaszok ellen is hatékonyan tudjon reagálni. Maga a rendszer, az a technológia, amit alkalmazunk, ez egy immunizációs platform. Abban rejlik az újdonsága, hogy olyan rövid fehérje szakaszok ellen képesek vagyunk hatékony immunválaszt létrehozni, ami eddig egy falvot is nem lehetett áttörni. Manapság legjobban elérhető vakcinációs típusok, ezek a messenger RNA alapú vakcinák, és ezekkel szeretük volna összehasonlítani a mi rendszerünket. Maga a vakcinációs rendszer az egy fehérje, egy kicsike peptidekből álló szerkezet, három részből áll, egy membránkötő szakaszból, egy oligomerizációs részből, valamint egy antigénből, ami igen rövid, akár 9-től 24 aminosavat takar. Összehasonlítva most a jelenleg a piacon lévő, mondjuk a SARS-CoV-2 vakcinál típusokkal, ahol a teljes tüskefehérjét kódolják ezek a vakcinák, amik igen hatékonyak, ezek 1273 aminosavat kódolnak, míg a miénkkel hatékonyan tudtunk elérni 14 aminosavnyi epitóp szekvenciák ellen. Ez azért fontos, hogy a támadási felület a vírus ellen a leghatékonyabb szakaszok ellen történjen meg, és ne irreleváns szakaszok ellen alakuljon ki az immunválasz. 2020-ban kezdtük el az együttműködést Antival a kutatáshasznosítási és technológia transfer főosztály részéről. Ennek első lépése az volt, hogy összeállítottunk szabadalmi ügyvivő segítségével szabadalmi beadványt, amire egyébként azóta már érkezett pozitív válasz, tehát nagyon-nagyon jó eséllyel meg fogjuk kapni erre a technológiára a szabadalmi oltalmat, ami azért fontos, mert ez a találmány piaci értékét is jelentősen tudja növelni. Második lépésként a technológiának a fejlesztéséhez úgynevezett proof of concept támogatást tudtunk nyújtani, ami elegendő volt ahhoz, hogy eljusson olyan fejlesztési fázisba, ami már befektető számára izgalmas lehet. Anti vezetésével és még két kutatóval, egy PhD hallgatóval és az egyik kollégájával alapították meg a Neoantigén Biotechnológiai Kft-t, ami az egyetem hasznosító vállalkozásaként ezeket a szabadalmi bejelentéseket hasznosításba vette, és befektetői pénzből végzi a kutatásokat. Hosszabb távú cél az, hogy majd újabb körös befektetéssel tovább vigyék a munkát, és a végén eljuthasson a piacra ez a találmány, a betegek számára is hasznosulni tudjon. Első körben szerettük volna letesztelni a rendszerünket a SARS-CoV-2 vírusfertőzésekkel szemben. Itt már mondhatom, hogy az állatkísérletek során bizonyítást nyert, hogy hatékony az immunválaszunk, és az immunoglobulin titerjét az állatoknak mindig egy kontrollcsoporthoz hasonlítottuk össze, és ez a Pfizer vakcina volt. Nagyjából hasonló immunválaszokat kapunk a Pfizer oltott állatok, illetve a saját vakcináinkkal oltott állatok esetén. A következő lépés az az, hogy a piac által is tesztelhető prototípusokat hozzunk létre, ezért a találmányunkat hasznosításba vettük az egyetemtől, létrehoztunk egy spin-off vállalkozást. Jelen pillanatban a prototípusokat fejlesztjük, és megpróbálunk találni olyan cégeket, akik GMP módon tudják előállítani ezt a vakcinát, amit mi fejlesztettünk, hogy beindulhasson a klinikai fázis.